Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket a próbatermünkben. Kerékgyártó Gyulával gitározgatunk, és Kerékgyártó Gyula a mai műsor vendége, és ahogy látják, meg is izzadtunk, hiszen a rock and rollt, vagy a blues-t, vagy a rhythm and blues-t nem lehet úgy játszani, hogy ne tegyünk bele kellő energiákat, még akkor sem, ha éppenséggel próbálunk. Hát Gyuszikám, szeretettel köszöntelek. Szervusz! Köszönöm, megkívás, szia Boka! Napszemüvegben vagy, mondtad, hogy gyűrött vagy, fáradt vagy, úgyhogy ezért különösen köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk, de ez a fáradtság, ez nem látszik a játékodon, vagy nem hallatszik a játékodon. Hát lehet, hogy nem érződik, mert lassú dalt játszottunk, de... Meg is érkezünk a próba kérdéshez egyből, hiszen ennek a műsornak szinte első kérdései közé tartozik a próbálsz-e, szeretsz-e próbálni, és mikor nyúltál utoljára a gitárodhoz kérdés. Én tudom, mert egyébként az öltözőben nekem elmondtad, hogy mikor használtad utoljára ezt a gyönyörű hangszert. Hogy állsz a próbákkal, Gyula? Hát én nagyon szeretek próbálni, mindig is szerettem, mert szeretek felkészülni a dalokkal, és koncertezni is. Nyilván a próbánál meg azt szeretem, hogyha alaposan kidolgozzuk a dalokat. Ugye erre például mi nagyon sokat dolgoztunk együtt az elmúlt két évtizedben, és rengeteg dalt eljátszottunk. Most egyébként visszatérve arra... Valamit jó, valamit rossz. Igen, és mennyiféle projektben. Igen, igen, igen. És visszatérve egyébként, nekem volt 80-as évek végén egy zenekarom, rengeteget próbáltunk. Gyakorlatilag eleinte rock and rollok és a Beatles dalai szólaltak meg legfőképp. Majd írtuk a sajátokat is, de ott napi próbák voltak, és minden egyes hangot nagyon szépen kidolgoztunk, amennyire ez tőlünk telhető volt. Majd váltottam, akkor bekerültem egy jazzzenekarba, Márkus Józsi mellé, illetve Olá Zoli bőgözött egy Tritonus nevű jazzformációba. Ott heti szinten kétszer próbáltunk. Az is nagyon élvezetes volt, majd onnan az Albatros Jazz and Blues Bandbe kerültem. Ott majdnem egy évtizedet eltöltöttem, és rengeteg próbával, az olyan túl sok koncert sajnos nem volt, de jazzzenekarok annyit azért nem tudnak koncerten. Kevés a fütyülhető jazzsláger, hát tehát ezt azért mondjuk ki bátran. Meg nem mindenki táncol éppen egy ötnegyedes Take 5-ra. Majd akkor innen váltottam egy country rock zenekarba, Pestre, ez még a 90-es évek végén volt. Hát ott próbáltunk heti egy-két alkalommal, de viszont heti 5-6 alkalommal fel is léptünk. Szóval annyi próbára nem is volt szükség. És te úgy látod, hogy egyébként a koncert mondjuk pótol egy próbát? Hát amennyiben mindenki megtanulta a saját szerepét, akkor csak ott össze kell csiszolgatni. Aha. Meg ott úgy is halljuk, hogy mi az, ami éppen már kilóg a sorból, hogy ezt legközelebbi koncerten vagy próbán már nem ejtjük meg. Na, mi azért átmulattunk néhány éjszakát, ezt azért mondjuk így kibátran, eltöltöttünk néhány próbát együtt. Én tudom, hogy mennyire precízen tudsz hozzáállni egy-egy műhöz, tudom, hogy mennyire fontos, hogy jól meg legyenek csinálva a dolgok, hogy tényleg azok a hangok a helyén legyenek, és tudom, hogy ezt a próbán is azért próbálod folyamatosan hozni. Viszont néha egyszerűen az idő elragad bennünket, elvisz bennünket, és nem mindig van elég időnk próbálni. Ezt hogy oldottad meg mondjuk a korábbi zenekaraiddal? Tehát itt említettél, nem tudom én, jazz formációkat, Márkus Józsinál is elég nagy volt a fegyelem, tehát azt azért úgy érezhetjük. Mivel még elég fiatal voltam és bohém, és úgy gondoltam, hogy a zenéből nagyon könnyen meg lehet élni, nagyon egyszerű volt, polgári foglalkozást nem vállaltam. Nem vállaltál. Aha. Inkább vállaltam azt, hogy mellette tanítottam, illetve a fellépésekből eltengődtem, úgymond. Aztán idővel be kellett látnom, hogy ez a szakma, ez annyira nem tudja az embert eltartani, több lábon kell állni. Aha, így aztán, aha. Mióta több lábon állok, azóta a gitár kevesebbet kerül a kezembe. Egy Gyuszikám, ez annyira nem érezhető, úgyhogy akkor mit szólnál hozzá, ha zenélnénk egyet, játszanánk egy blues-t. Az előbb a kedves televízió nézőknek mondom, hogy egy régi-régi Elvis dalt játszottunk el, a Load and Miss Cloudy című dalt.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugye magyarul énekeltem Komár Laci emléklemezéről, próbáltuk így ebbe a hangulatba elővenni, Komár Laci énekeltem magyarul először. Most viszont egy másik dal fogunk játszani, egy blues-t, tehát egy rhythm and blues után jöjjön egy blues, ez pedig a Bebop-a Lula című dal lesz, aki most itt van velünk a próbateremben, annak mondom, hogy Jane Vincent volt az első fehér ember állítólag, aki mondjuk blues-t mert játszani az 50-es években, hiszen a színes bőrűeké volt a blues zene. Jane Vincent volt az első, aki megpróbálkozott ezzel. Jane Vincent egyébként, egy kis rock történelmet is vigyünk ebbe a dologba, egy motor baleset következtében lesérült, átment a motor a térdén, és onnantól kezdve kiegyenesedett, tehát állandóan úgy maradt a térde, és ő így egy jelenség lett a pályán. A következő blues dal egyébként állítólag a világ leghíresebb blues dalai közé tartozik. A gyűjtőknek mondom, és a Gyulának C-ben köszönöm. Bebop a Lula. A Bebop Lula, she's mine, baby. Bebop Lula, don't in a maybe. Bebop Lula, she's mine, baby. Bebop Lula, don't in a maybe. Bebop Lula, well, she's my baby. Diamond baby, diamond baby. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of the whole team. She's the woman that I know. Bebop Lula, just more, more, more. Bebop Lula, well, she's my baby. Bebop Lula, don't mean a maybe. Bebop Lula, oh, she's my baby. Oh, die my baby, die my baby. No, hát így szól az, amikor próba nélkül próbálunk a próbateremben, és próbálunk előadni egy dalt. Igen, igen, hát a vájt fülükbek észrevették, hogy itt-ott talán volt egy-egy zökkenő, de nem is akarjuk kozmetikázni, nyilván ilyen az, amikor leülünk és örömzenélünk, úgyhogy remélem a televízió nézők azért örömmel figyelték. Gyula, ez egy blues dal volt, játszottunk nem olyan régen egy rhythm and blues-t, de az sem titok, hogy két műfajt emlegettünk itt az előzőekben, a rock and roll mellett a jazz, és szóba jött a beat zene a Beatles kapcsán. Én tudom, hogy mind a kettő zenei műfaj nagyon fontos neked. Hogy jött a Beatles? Mert a Beatles nagy szerelmese vagy, óriási nagy rajongója. Igen, gyakorlatilag, hogyha nem lett volna a Beatles zenekar, valószínűleg nem is lenne gitár a kezemben. Én 80-as évek közepén voltam, általános iskola végén, illetve középiskola elején, amikor tombolt az Euro és Italo Disco. Modern Talking rajongó voltam, illetve kortársai Fancy meg Divine, akik akkor mentek a diszkóban. Kis Gyurinak üzenjük szeretettel, itt vannak a rajongók, igen. Így van. Azt egyszer csak otthon felraktam egy Beatles lemezt, 86 körül. És nem tetszett. Nem tetszett? Nem, és maradtam a Modern Talkingnál. Még egy pár hétig, majd megint felraktam. Mondom, valami itt egész jól hangzik. Azt egyre jobban megtetszettek a dolgok, majd a gitár hangja, és akkor jött a váltás, hogy nekem egy gitárra van szükségem. A régi diszkokazettáim helyére fölvettem a dalok helyére a Beatles dalokat, és akkor onnantól kezdve maradt a Beatles. Illetve akkor jött még az, hogy
gyakorlatilag nem tudok én egy akkordot sem lefogni, semmit, és zavart a sok húr, úgyhogy leszettem mindent, egyet hagytam rajta, azért szóljon, nekem egy húr is elég. És akkor egyszer csak beiratkoztam 87-ben zeneiskolába. És ott mondták, hogy hol a többi húr? Akkor már azért megvoltak a húrok, meg már akkor tudtam két akkordot. Viszont volt két kedvenc dalom, a Beatles-t, az End Laffer és a All My Loving. És mondom, van zeneiskola, elmegyek, megtanulom ezt a kettőt. Aztán bementem, hát a csalódottságért, mert elkezdtek foglalkozni ilyen nagy tátiti, meg dó, meg vonalak. Aha. Hát mondom, ez engem annyira nem érdekel. És akkor rajzoltattak velem egy violin kulcsot. És hát kapásból lerajzoltam a violin kulcs tükörképét. Tehát fordítva. Aha. Így van, aha. És akkor hát nem úgy, hogy fejjel lefelé, hanem mint tükörkép. És hát a szegény tanár nézett rám, hogy ez a srác valószínűleg nem jó ajtó jött be. Igen. Gyakorlatilag innen indult. Hogy jött a jazz? Mert hogy azért a Beatles után a jazz műfaj az egy nagy ugrás, ráadásul figyelembe veszük a Beatles zenek a korai korszaka, azért nem volt feltétlen jazz zenecentrikus. Aztán a későbbiekben ugye nyilván nagyon kinyíltak zeneileg, de a Beatles, a beat zene azért odébb van a jazz muzsikától. Hát igen, de a Beatles zenéje végül is nincs is odébb annyira a jazztől, hogyha jobban megnézzük a harmonizációikat, illetve a későbbi dalaikat, ahol már nagyon felelhető a jazz, sőt, szóval még van a Tiltervazi című daluk a kezdet kezdetén, amit még az, mielőtt híresek lettek, ma akkor is játszották, és ez eléggé jazzesen hangzik. Nekem úgy jött a képbe a jazz, hogy Mohai Tamás volt a gitártanárom, aki köztudottan egy jazz tanszakot végzett zenész, és tőle tanultam a rengeteg Beatles dalt is. Aztán bevonultam katonának, az alatt volt időm elgondolkodni, hogy nekem azért jó lenne egy kicsit többet is tudni a zenéről, uh-huh. És mikor leszereltem, akkor úgy indítottam, hogy jazz szeretnék tanulni. És akkor mentél a Tamáshoz? És mentem a Tamáshoz, és akkor jó pár évet lehúztunk a Tamással együtt a jazzben. Ő általa kerültem be a Márkus Józsi mellé, a Tritonusba, onnan már az Albatroszba, illetve gyakorlatilag ebbe a fehérvári zenei körbe. Majd időközben tanultam Gyárfás Pistánál, Gyafinál, uh-huh. A kiváló jazzgitáros, úgyhogy, és nagyon jó tanár. Uh-huh. Hát akkor említsük meg a rock'n'rollt is, mert a rock'n'roll kapcsán pedig hát közösen jártuk az országot és koptattuk a színpadok deszkáit. Hát az sem teljesen testidegen neked a rock'n'roll műfaj. Nem, hát annak idején ugye a Beatles-szel együtt épp úgy jött a rock'n'roll is, mert abban a beat lemezekben épp úgy szerepeltek olyan feldolgozások is, mint például ami rock'n'roll előadók. Hmm. Hát sőt, tehát a Beatles rock'n'roll dalokkal kezdte hogy a pályafutását. Hogy sőt, skiffy zenekar volt, majd ebből lett egy ilyen kis country-s beütés, és ebből jött szépen a rock'n'roll, illetve a beat zene. Nos, hát innen ered egyébként a rock'n'roll is, hogy ezt megszerettem. Beatles emlékestünk itt a próbateremben, kedves televízió nézők. Az a helyzet, hogy a Gyula esetében, kerékgyártó Gyula előadó művész úr esetében még egy műfajt meg kell, hogy említsünk, és nem véletlen hagytam a végére, mert ebben szerintem én talán óvatosan fogalmazva, de azt megemlíthetem, hogy Fehérváron az egyike vagy azoknak, akik ezt a műfajt nagyon érzékenyen művelik, ez pedig nem más, mint a country zene. A country zene, aminek kapcsán hallottam róla először, hogy ez a kerékgyártó Gyula ez úgy játszik country, Csorba Peti mondta nekem, hogy az valami hihetetlen. És aztán, amikor összetalálkoztunk, kiderült, hogy valahogy az ujjaid, a kezeidben ott van a country zene. Nem nagyon kellett mutogatni, hogy mit kéne játszani. Szóval a country muzsika is azt hiszem az egyik nagy kedvenced. Igen, gyerekkoromban is nagyon szerettem a Boy Toriánt, illetve a 100 Fok Celsiust, meg még a fonográfnak is a dalait. Későbbiekben, amikor én a countryval közelebb kerültem, az 90-es évek vége felé volt, amikor egy Wild Horses nevű New Country Rock zenekarba bekerültem. Hirdették az úgymond állást, a gitáros posztra, amelyre elég sok jelentkező volt. Hát elmentem, mert tudtam mi az a country, hát ez a kis tingli-tangli, és akkor adtak egy kazettát, amelyen olyan előadók voltak, mint például Alan Jackson, akiről nem is hallottam. Szóval aha. Itt Európában lehet róla hallani, de Magyarországon én soha nem hallottam még ezekre az előadókról. Hazamentem, beraktam a kazettát, és leesett az állam. Olyan gitározás és olyan modern felfogású zenélés
történt ott, hogy akkor elhatároztam, hogy én ezeket a dalokat hangról hangra fogom megtanulni. És gyakorlatilag így felvételekről tanultam meg a countryt. Kedves televízió nézők, én említettem önöknek, hogy Gyulával nagyon sok koncertet végiggyúrtunk a Sárga Taxi zenekarban, aztán közösen játszottunk az Utazók nevezetű formációban, ahol inkább bluesokat, jazzes beütésű blueszenét játszottunk. Most egy olyan felvételt fogunk önöknek játszani, egy olyan videóklip következik, ami ráadásul egy sláger koktél, mondhatnánk ezt is, egy egyveleg, mégpedig egy oldies rock'n'roll medley-ről van szó. Jó pár rock'n'roll dalt gyűjtöttünk össze, szerettük és eljátszottuk őket, és tettünk mellé egy kis úti filmet, úgyhogy ezzel folytatjuk most itt a próbateremben. Próbaterem, a könnyűzenei magazin műsor. Pillasd be te is próbatermünkbe, és ismerd meg Székesfehérvár, vagy akár a megye zenészeit és zenekarait még közelebbről. Kedves televízió nézők, folytatjuk tovább. Próbaterem című magazin műsorunkat nézik, és remélem sokan itt vannak velünk. Az előbb egy videoklip. Gyula, mennyire van meg neked ez a videoklip, ennek az egésznek a története? Emlékszel rá, hogy hogyan forgattuk? Zalaegerszegre utaztunk le először. Először, és utána meg Alsólyosan. Így van. Mentünk a Harley Davidson Fesztiválra. Egy nagyon jó kis koncert kerekedett ott, nem mellesleg.
A beszélgetésünk vége felé nyilvánvalóan egy picit arról kell beszélgetnünk, hogy, vagy arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mi a jövő. Milyen terveid vannak, saját dalok készülnek-e, írogatsz-e dalokat, és szerintem talán az sem titok, azt is elmondhatjuk, hogy nekünk is vannak közös terveink, elképzeléseink, néha az élet átírja a forgatókönyvet, amit mi kitaláltunk, de ezzel együtt is valamiféle jövőkép, gondolom, azért mindig van benned. Igen, hát akkor kezdeném az utóbbival, hogy ugye te dalaid átdolgozása akusztikus, vagy éppen kis más hangszerelésre, ebből egy csokrot összeállítani, illetve egy lemezt, esetleg klippet összehozni. Az én privát terveim között viszont a saját dalaim szerepelnek, amelyek az elmúlt 30 évben íródtak. Gyakorlatilag inkább csak zenék, hangszerelések, ötletek, most készülnek rá a szövegek. Nagy részét Faragó Péter barátom írja a szövegeknek, valamit én, valamit meg a testvérem, a Zoli. Gyakorlatilag ez a... Ezek a tervek. Gyula, még egy téma, nagyon fontos téma, mind a ketten kislányos apukák vagyunk. Neked is van egy gyönyörű kislányod, és én is büszkélkedhetek egy gyönyörű kislánnyal. Beszélgessünk nagyon picit arról, hogy hogy áll a gyerek a zenéhez. Láttam egy fényképet, amin ketten ültök egy zongora előtt, ha jól emlékszem, hogy a Facebook oldaladon van egy ilyen fotó. Noszogatod, ösztökéled a zene irányába, vagy hagyod, hadd alakuljon? Abszolút hagyom. Kiskorában is az volt, amikor még nagyon baba volt, kapott egy akusztikus gitárt, de nem játékot, hanem igazit. Aha. Amit aztán arra használt, hogy tologatta a parkettán, úgyhogy a lakkozás lejött róla, úgyhogy arról is van egyébként fotó, meg arról, hogy szájharmonikát is nagyon szereti, furuját, zongorát, szóval minden hangszere úgy. Tehát muzikális. Igen, igen, de főleg ez inkább a mozgásában, illetve az éneklésében jön elő. Nagyon szeret táncolni. Most éppen balettozni fog tanulni. Őt ebben nem tudsz neki segíteni. Nem tudok meg spárgát sem. Igen. Esetleg a konyhában. Igen. Na hát akkor Gyula, nagyon szépen köszönöm neked a vége felé ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, hogy egy kicsit tudtunk zörögni. Nagyon jó volt, és nagyon rég tettük már ezt meg. Remélem nem sokára majd újra próbálgatunk nagyokat. A kedves televízió nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogy együtt lehetünk a mai nap folyamán is. További jó televíziózást, egy hét múlva hívom Önöket. Viszontlátásra!